Izgatottan várták a kárpátaljai településekről érkezett gyerekek és felnőttek a kerékpárok kiosztását a Beregsurányi Polgármesteri Hivatal parkjában. A rövid eligazítás után szinte rögtön birtokba vették a kerékpárokat, a bátrabbak már ki is próbálták a felújított kétkerekűeket. A gúton élő, három gyermeket nevelő Judit szerint nagy segítség a kerékpár, mert a családja nem engedheti meg magának egy új bicikli vásárlását. Három gyerek mellett nem tudunk anyagi helyzet miatt, nem tudunk nekik bicajt venni, meg magamnak se, és ez nagyon-nagyon jól esik nekünk, hogy kaphatunk egy ilyen bicajt. Van a családban kerékpár egyébként, vagy volt? Van egy kis rossz, egy kis régi, nagyon-nagyon-nagyon rozsdás, és a gyerekek azon bicikliznek, meg én se tudok még elmenni a harmadik gyerekünkkel ilyen biciklitúrára, úgyhogy ez most jól jönne. A kerékpár akció ötlete a Magyar-Máltai Szeretetszolgálattól és a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületétől eredt. A kétkerekűek pedig egy német férfi és felesége segítségével jutott el Magyarországra. A használt, de jó állapotú kerékpárokat az egyik kerékpárszerviz segítségével újították fel, ellenőrizték például a fékeket és a gumikat, és lámpákat szereltek fel rájuk. A szeretetszolgálatnak nem ez volt az első ilyen kezdeményezése. Rendszeresen segítjük a Kárpátalján élőket, az egész Kárpátaljára kell gondolni, tehát Rahótól Ungvárig, nem csak itt a határ közelében élő családokat, és hát a személyes kapcsolatok segítenek abban, hogy az ember a szükséget meglássa. A Kárpátalján a kerékpár nem sporteszköz. Ez egy közlekedési eszköz. Gyerekek ezzel járnak iskolába, ha van bicikliük. Nagyon sok olyan falu van, ami nagyon hosszú falu, tehát aki a falu végén lakik, annak bizony sokat kell gyalogolni, és hát ezt télen is meg kell csinálni, mert hogyha szakad az eső, akkor is. Megpróbáltunk német partnereken keresztül olyan kerékpárokat szerezni, amelyek viszonylag jó állapotban vannak. Ezeket elhoztuk Magyarországra, és itt Fehérgyarmaton egy vállalkozó még megjavította, amit kellett. Kereszttartozékokat felszereltük, tehát hogy világítás legyen rajta, és fékek jól működjenek, szóval biztonságos és használható ajándékokat adtunk át most a gyerekeknek. A bicikliket a Szent Erzsébet Humanitárius Segítségnyújtás Magyarországnak elnevezésű szervezet gyűjtötte össze egy akció keretében Németországban. Az egyesületet vezető Klaus Höhn és felesége rendszeresen gyűjtenek adományokat a magyar rászorulóknak. A korábbi akcióink egyike volt egy Németországban feleslegessé vált nagyüzemi konyha leszerelése és Magyarországra szállítása. A mostani adományátadás szívet melengető érzés volt számomra, de ezen kívül több mint 10 alkalommal küldtünk segélyszállítmányokat, amelyeket részben a máltaiakkal, részben pedig a Caritásszal együttműködve osztottunk szét a rászorulók között. Az eseményre kerékpártúrát szervezett a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete, amely tavaly már részt vett egy hasonló akcióban. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálattal hosszú kapcsolatunk van már, és többször kerestek meg, és különböző módon támogattak minket. Ez a mai alkalom, kerékpárügyben ez már a második, tavaly is volt egy ilyen akció, akkor 11-2 kerékpár tudtak hozni, és idén hála Istennek már 33-at, reméljük, hogy ha látják azt az adakozók, hogy jó helyre kerül, hogy hasznos, hogy az emberek örülnek neki, és szükségük van rá. Reméljük, hogy jövőre ugyanitt találkozunk, és ha lehet, akkor még több család örvendezhet a megkapott kerékpárnak. Az átadásra érkezett gyerekek és felnőttek új bicikliükkel egyénileg indultak haza a Beregsurányi határállomáson keresztül.